Sziasztok! Sziasztok! Ha már kint vagyunk ugyanezen a helyen, és még mindig ugyanazon a napon, tehát még mindig március 15-e van. Mindig március 15. Így itt van nálunk a Uniqnak a Tájfunhája. Egyik gépe. És mindig azt mondjátok, hogy csak a DJI gépekkel foglalkozunk, úgyhogy most ugyanaz a helyszín, ugyanaz az időjárás, körülbelül egy fél órával vagyunk később, mint a legelső repülésünk. Van az egy óra hossza. Jó, akkor legyen egy óra hossza, így most nem is szaporítjuk tovább a szót, megnézzük, hogy ugyanitt ő mit fog tudni. Elméletileg a gyár egyébként a Uniq Tájfunhának, ez a Tájfunhá, ez az első próbálkozása volt, ez nem a Tájfunhá Plus, ez nem a Tájfunhá, nem is bocsánat, ez nem a Tájfun H520-as, hanem ez a sima első hexakoptere volt a Tájfunnak, erre a gyár, a gyártó körülbelül 2 kilométert ad meg hatótávnak. Most azt fogjuk megnézni, hogy bírja, avagy nem bírja. Szóval, akkor nézzük is meg, hogy mit tud. Én leszek a pilóta, ő pedig megy és rögzíti nektek a szép képeket. Így van. Amit látszódik, azért ennek egy kicsit jelentősen méretű távirányítója van. Van belőle egy szép kis kijelzőnk, és egy gyönyörű szép piros gombunk, amivel fel, illetve le tudunk szállni. Szóval mindenki a helyén van, én kezembe veszem a távirányítót, Zoltánnal kezébe a kamera, úgyhogy nézzük a nagy kérdést, meddig repül a Uniq. Közben felemelkedtem oda, ahol az előbb a Mavic-kel indultam el, 60 méterre repülök. Most már 450 méterre járunk a felszállási ponttól. Ahogy említettük, már elvileg 2 kilométert ígérnek itthon. Meglátjuk, hogy mi lesz a valóság. 600 méternél vagyunk. Megint jött egy kis gyenge szellő. Viszont azt kell mondjam, hogy annak ellenére, hogy most már 700 méternél van a gép, ezt még szabad szemmel még mindig látni. Valószínű, hogy ugye ez a méretéből adódóan még mindig látni. Egy szép kis fekete pontot. Azért én a kamerában jóval többet látok, ezt majd talán a vágóképeknél látni is fogják, hiszen én még mindig tökéletesen látom a gépet, de jó rendben, hát a kamera az 2000 mm-es objektív, tehát valószínűleg 2 kilométer után is látni fogom tökéletesen. Időközben elértem az 1 kilométert, most volt egyetlen egy fehér villanás a képernyőn. Ugye, az előbb itt a Mavic Air 1500 méternél fordult vissza. Itt fordultunk vissza az előbb a Mavic Airrel. Ugye a sima Mavic-ek itt
4 km és 4 km fölött teljesítettek. Természetesen nem kell mindegyiknek annyit tudni. Most volt egy zöld bevillanás 1600 méternél. Szép folyamatos a kép, idáig kb. 3-szor villant be. 1800 megvan. Odafele kicsit lassabban mentem. Látszik majd a kijelző felvételén, hogy ő azért belekapcsolt. Jelenleg 46 km per órában jön hazafele. A két első láb bele is lóg a kamera képébe. Tehát végül is 2400, nem tudom pontosan. Hogy? A két első kar? Ja igen, a lábak föl vannak húzva, tehát a két első kar belerúg a képernyőbe. Amúgy nekem tetszik így, hogy kinéz. Hát valahol 2400 valamennyinél fordult meg, mert ott akartam én is, de ő hamarabb megelőzött. Méteren van, már tényleg látom, látszik szabad szemmel, hát majd mindjárt készülnek ugye a vágóképek a másik kamerával, tehát tényleg azért látványos, hogy azért egy ekkora gépet, jó tudom, hogy merre mentem, tehát én várom, de azért lényegesen hamarabb észrevenni, mint mondjuk akár a Mavic-et vagy a Mavic-ert, amit gyakorlatilag hamarabb meghallottuk a hangját, mint hogy a gépet megláttuk volna, pedig tudtuk, hogy hova mentünk. Itt most szépen ott közeledik önmagától ugyanúgy 60 méteren, hát itt biztos, hogy nem fog 60 méteren neki menni semminek. Közben Zoltán megpróbálja nektek befogni a gépet. Hát, ez nem egy egyszerű dolog, hogy befogni. Igen, tehát azért még mindig 45 km per órával teker hazafele. Úgyhogy nem is nyúlok hozzá, mert a többi gépnél is elvégeztük ugye azt a tesztet, hogy egy 4, illetve ameddig elment 2 kilométeres út után hova fog leszállni. Ugye láttuk, hogy a Mavic Air az mennyit tévedett, a két Mavic közül az egyik gyakorlatilag nagyon pontos volt, a másik egy kicsivel arrébb ment. Hát most kíváncsiak leszünk, hogy a Uniqnak a gépe mit fog. Visszafelé nem találtam meg az igazság, tehát nagyon gyorsan jött és nem tudtam. Igen, 40 valamennyivel teker. Úgyhogy hát innen szálltam fel a kis kockáról, úgyhogy nem is nyúltunk hozzá. Meglátjuk, hogy hova fog mindjárt szépen leszállni. Azért ennek gondolom majd ti is halljátok, de ennek azért elég durva hangja van, hogy a 6 motor fékezett gyakorlatilag majdnem 50-ről. Szépen ereszkedik ő is lefele. Hát a lábát, hát bár ezt így, majd csak egy másik kamerával fogjátok látni, mert hát valahol ott van a gép. Hát egy, mondjuk ha innen szálltunk fel, akkor egy 1, 2, 3, 4,
egy 5 méterrel arrébb. Viszont azért azt nem kell mondani, hogy ez az 5 méter ez nem véletlen. Sokat tapasztalták már a Juri-nál, pláne a H-nál, hogy egy bizonyos méteren belül nem is lenne hajlandó felszállni, viszont ő biztonság tekintetében, de biztonsági okok miatt nem ott száll le, hiszen hogy ott ő feltételez egy embert, neki nincs az okra beépítve, ezért ő ezt a 6 métert megtartja, tehát ez benne is van, hogy a 6 méter biztonsági távolságot megtartja, és akkor viszont mondható az, hogy a 6 méter pontosan megvan. Akkor neki. Pontosan megvan. Tökéletesen megjárta ő is gyakorlatilag az 5 kilométeres utat. 15,1 voltot mutat, ő még százalékban nem írja ki, mint a, mint a mai gépek. Ugye 4 cellás aksi van, tehát 16,8-ról indultunk, most 15,1 van. Hát mi a kis versenygépeknél a 4 cellás aksikat mondjuk ilyen 14,8-ig szoktuk meríteni, tehát még marad benne egy kicsi, majd egyszer kipróbáljuk, hogy mennyit repül tényleg. A küldetést ő is teljesítette.